Sziasztok, én Gábor vagyok, és ez itt a Lássa Neurológus. Kettő fontos dolog történt az utóbbi hetekben. Oké, lehet, hogy több is, de a videó szempontjából kettő. Megnéztem Selma Blair dokumentumfilmjét, és megint gondozásba vettem egy olyan szklerózis multiplex beteget, akinek rég valódi gyógyszeres kezelést kellene kapnia, de önhibáján kívül bedőlt az alternatív gyógyászatnak és a korral nem haladó, egyszer volt nagy tudású már a csak jó marketinggel rendelkező gyógyszerellenes kollégáknak. Szóval ez egy amolyan óvatosan fogalmazó videó lesz, amiben igyekszem nem konkrétan megnevezni egyetlen sarlatánt, alternatív gyógyászt vagy más doktorszerűt és tényleges doktort, aki a diplomájából akár papírrepülőt is hajtogathatna. Na nem azért, mert ezeknek az életminőséget veszélyeztető bűnözőknek kiárna az áltatlanság vélelme, vagy éppen a tisztelet, hanem mert őszintén félek attól, hogy még a végén engem fognak feljelenteni a jó hírnév megrontásáért. Selma Blair pedig az ok, amiért megszületik ez a videó. Ő az a színésznő, aki úgy állt a kamerák elé, hogy valami igazán fontos mondani valója volt. Kapott egy betegséget, amivel küzdenie kell. Nem akar példa lenni, nem akar bezzegezni, jól megmutatni vagy megmondani a tutit, szimplán azt érezhette, hogy rossz lenne csak csendben maradni. Mert a csend semmiképpen nem járul hozzá ahhoz, hogy valami jobb legyen. A hallgatástól egészen biztosan nem fog csökkenni egy súlyos betegség stigmatizációja, és ha nem születik meg ez a videó, én is csak beállnék abba a sorba, akik csendben eltűrik, hogy például korábban nagy nevű orvosok ma emberek életével játszanak. Abban próbálok irányt mutatni, hogy amikor valakit diagnosztizálnak szklerózis multiplexzel, és ő vagy a hozzátartozója először megy fel az internetre utána nézni a diagnózisnak, hogyan érdemes vélekedni a csodaszerekről, vagy a csodálatos gyógyulásokat ígérő marketing zsenikről. A videóban minden említett pont valóságon alapul, csak olyan módszereket fogok említeni, amiket különböző csodagyógyászok alkalmaznak. Kiváló, tudományosnak tűnő dumával és bankkártya olvasóval, ami akkor nyilván éppen nem működik. Szóval nézzük, mi az, ami nem használ szklerózis multiplexben. Piócázás, köpölyözés, akupunktúra. Az alternatív medicinát sokkal inkább javasolt komplementer, tehát kiegészítő medicinának hívni. Ugyan lehet arról vitatkozni, hogy egyáltalán medicinának tekinthető-e, a lényeg az, hogy ezek akkor igazán veszélyesek, ha a nagy beteg számon bizonyított hatékonyságú terápiák helyett alkalmazzák őket. Szóval piócáz, köpölyöz, akupunktálj, van ilyen szó? Lehet, hogy még a közérzetedet is javítja, ha úgy érzed, tettél valamit, csak kezeld a helyükön ezeket a módszereket. Tud, hogy egyikről sem sikerült még érdemben bizonyítani a hatékonyságot a placebóval szemben, pedig ezekkel még próbálkoztak is többé-kevésbé. A többi itt meg nem említett alternatív cuccal kapcsolatban még a kitalálója is valószínűleg úgy gondolja, teljesen veszett ügyene bármivel is próbálkozni. Gluténmentes diéta. Valószínűleg nem vagyunk ebben túlságosan egyediek a világon, de Magyarország is érzésem szerint 10 millió gluténérzékeny országa. Abban most nem mennék bele, hogy a gluténérzékenységnek milyen diagnosztikus kritériumai vannak, és egyébként mennyire alacsony valójában az előfordulása, és abba sem, hogy egyébként tényleg bárkinek bármikor szíve joga, hogy mit eszik. A gond a glutén nyomasztással van, amit rendszeresen alkalmaznak az alternatív ellátók is. A glutén nyomasztás szót itt hallottátok először. Szóval, ha autoimmunbeteg vagy, ha daganatos, ha a fejed fáj, vagy szerelmi csalódásért, a glutén még a kést is megforgatja a szívedben. Annak ellenére, hogy egyébként a placebo hatásnak megfelelően szubjektív közérzetjavító hatásáról számolnak be a betegek, szklerózis multiplexben nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy a progressziót vagy a relapszusok számát csökkenteni az étrend. Tehát ha jól esik, csináld. Ha viszont kínlódásnak éled meg, semmiképpen ne erőltesd. Homeopátia. Erről annyit érdemes tudni, hogy betegséget okozó gondolatok túlhangsúlyozása. Itt már azon területek felé evezünk, amik kifejezetten kártékonyak tudnak lenni. Adott egy fiatal beteg. Diagnosztizálják nála a betegséget, és ahelyett, hogy megnyugtatnák a rendelkezésre álló kezelések mellett teljes életet fog tudni élni, a gondolatok betegséget okozó hatásának kiemelésével
még egy jó nagy talicskányi bűntudatot is a nyakába borítanak. Mert ha a betegséget nem biológiai folyamatként kezeljük, hanem kizárólagosan gondolatisághoz kötjük, akkor nem csak azt mondjuk, hogy szükségtelen gyógyszeresen kezelni a kort, hanem azt is, hogy tessék, ez a te hibád. Na ettől lesz igazán pszichésen is beteg a páciens. Stresszkontroll, agykontroll és egyéb olyan tanfolyamok, amiket milyen szerencsés, de épp a szakember tart, akihez fordult a beteg. Nem is hiszem, hogy ezt részletezni kellene. Olyan meredek állítások röpködnek a progresszió megállításáról egyes tanfolyamok kapcsán, hogy önmagában megérne egy GVH vizsgálatot is, nem csak orvosetikait. Az a fontos viszont, hogy kicsit vont fel a szemöldököt, ha az orvos tanfolyamokkal akar gyógyítani. Ráadásul olyanokkal, amikre éppen most nála tudsz is jegyet venni. Mert elmész, azért jó, mert 20 ezer, aztán megvásárolhatod még a könyveket, hanganyagokat, friss figurákat, meg mindenféle mörcsöt is, amiket szégyenérzet és számla nélkül árulnak. Oltásellenesség, gyógyszerellenesség. Oké, ez nem konkrétan egy terápiás javallat, de az eddig elhangzottakat javasló szakemberek rendszeresen felszólalnak a gyógyszerlobbi ellen. A gyógyszerek rákot okoznak, az oltásoktól gyíkká változol. Engem gyíkká változtatott! Igen. Gyíkká. De már elmúlt. Lesöprik a hatalmas betegszámokon elvégzett vizsgálatok adatait az asztalról, és pénzéhes gyógyszergyárakat kiáltanak. Egyetlen egy esetben tartják elfogadhatónak a tablettákat, ha azok olyan, törvényileg egyébként sokkal kevésbé bevizsgált táplálékkiegészítők, amiket hogy-hogy nem, de éppen a rendelőben is meg tudsz tőle vásárolni. Wi-Fi-mentes környezet. Nem viccelek, a Wi-Fi-mentes környezetet, mint javaslat, az utóbbi hetekben láttam orvos által aláírt és lepecsételt ambuláns lapon. És ez szimbolizálja leginkább a jó marketinggel rendelkező sarlatánok problémáját. A szépen becsomagolt semmi eladását. Keres valami modernkori dolgot, amit jó eséllyel te sem értesz, de az előtted ülő beteg semmiképp. Mivel új, ezért add elő, hogy hosszú távú hatásáról nem tudunk semmit. Mivel nem tudnak róla semmit, automatikusan rossz. Ha kellően jó a dumád, önmagában már ezért is tarthatod a markodat, de ha esetleg nem, nyugodtan találj ki valami kézzel fogható dolgot, ami segít megoldani egy nem létező problémát. Az itt felsorolt kezelésekkel kapcsolatban muszáj kihangsúlyoznom, hogy ferde szemmel nézésüket a tudomány jelen állása támasztja alá. Ezen terápiák használata nem azért problémás, mert biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben semmilyen bizonyíték nem fogja őket alátámasztani, bár erre azért elég nagy az esély, hanem azért, mert azon kezelések helyett alkalmazzák őket, amik viszont megfelelnek a tudomány által támasztott magas elvárásoknak ma is. Ez a videó, vagy legalábbis a tartalma már elég rég érlelődik bennem. Egy Sclerosis Multiplex Centrum orvosaként az elmúlt 10 évben nagyon sokféle történetet láttam a betegség kapcsán. Olyat is, aminek minden részletét ismerem a diagnózistól, és sajnos olyat is, ahol nem. Mert a betegek egy része eltűnik a rendszerből a diagnózis után. Ők az internetet felcsapva magánklinikák, sufni magárendelések vagy különböző kétes értékű paramedicinális ellátók felé terelődnek. Ez nem az ő hibájuk. Az állami rendszer, amiben én is dolgozok, olyan, amilyen. Bőven megvannak a hibái. Akár azt is mondhatnám, okkal menekülnek belőle a betegek. De! Egy dolgot egészen biztosan tudunk, amit a csilli-villi, nyakkendős, magánvajákos nem. A hangzatos javaslatok helyett 21. századi kezelést adni, aminek része az immunmodulás, más néven betegségmódosító terápiák, és akár az őssejtranszplantáció is. Mint Selma Blair esetén. Természetesen ez egy extrém ritkán alkalmazott és igen veszélyes kezelés, ezt muszáj volt megjegyeznem, mielőtt most mindenesen beteg azt kérni a következő konzultációm. Mindezek miatt a legfontosabb üzenet, hogy minden szklerózis multiplex betegnek SM centrumban van a helye. Nem magánlakásokon, egyszer volt orvosoknál, vagy más olyan helyen, ahol nem tudnak, vagy nem akarnak tényleges SM gyógyszereket használni. Mert ugyanez a különbség a 20. és a 21. századi SM gyógyászat között is. Míg 30 évvel ezelőtt egy lassan romló, életminőséget nagymértékben lerontó diagnózis volt a szklerózis multiplex, addig ma minden betegnél az a cél, hogy megállítsuk a betegséget. És ezt hatékony eszközökkel meg is lehet tenni. Szerencsésebb helyzetben vagyunk most, mint a 80-as, 90-es években, de csak akkor, ha nem hagyjuk magunkat becsapni, és bízunk azokban a szakemberekben, akik mögött a tudomány egésze áll, és nem csak anekdoták. Ha ezt nem tesszük, és teret engedünk a tényleges tartalom nélküli színes szagos reklámoknak, az emberi tragédiákat fog okozni. Az elkésett terápia miatt megelőzhető rosszabbodásokat fogunk látni,
a megelőzhető rosszabbodásokból előbb-utóbb pedig tényleges rokkantság fog kialakulni. Ez viszont már nem feltétlenül lesz visszafordítható. Nincsenek csodaszerek, itt az SM centrumban sem. De ha szklerózis multiplexed van, neked vagy a hozzátartozódnak, itt van a legtöbb esélyed a teljes értékű életre. Légy színe, cseszétek el! Sziasztok!